Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Így év végén és jövő év elején vannak az úgy nevezett jó szellemek éjszakái. Ez 12 napig tart, december 25-én indult. És minden nap kihat egy hónapra. Ahogy ezt a napot átéled, átviszed jövőre, erre a hónapra, hiszen energiailag van itt egy összefüggés. Figyeld azt, hogy hogy élted át ezt a napot, és ezek az események megismétlődhetnek jövőre. A mai éjszaka, a jó szellemek éjszakája, az december 26-a, tehát a második éjszaka. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az egyensúly, az energiai egyensúly az 4000 forint. A téma az, amiről most itt a videóban beszámolok. Egy ilyen misztikus éjszakán kívánhatsz valamit, és ez a kívánság megvalósul. Mindig abban a témában, amiről szó van. Ez az éjszaka, december 26-a, a második éjszaka, ez kihat február hónapra. És itt február hónapnál a vízöntő jegyéről van szó, ezekről a témákról. A fő téma, hogy felszabadulj valamitől, vagy valakitől, hogy kilépj egy szűkös helyzetből. Ez lehet, hogy vannak még félelmek, bizonytalanságok. Ez a szertartás, a nap energiája segít abban, hogy áttedd magadat ezeken a negatív érzelmeken, félelmeken vagy bizonytalanságokon. Mit jelenthet még ez a felszabadulás? Ha nem érzed jól magad a munkahelyen, hogy legyen akkor egy munkahelyi változás, hogy kapj egy jó ajánlatot, hogy kilépj ebből a helyzetből. Vagy az is lehet, hogy vannak bizonyos kapcsolatok, ami neked nem tetszik, de nem mersz nemet mondani. Akkor, hogy le tud zárni ezeket a kapcsolatokat. Tulajdonképpen itt gyakran gondolatokról van szó, vannak negatív gondolatok is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, akkor fontos ezen a napon, hogy elbúcsúzzunk ezektől a gondolatoktól. Lehetnek negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, féltékenység, vagy itt az érzelmeknél lehet arról is szó, hogy valaki ott van a közeledben, rosszat akar neked, vagy van ez a fekete mágia energiája, akkor ebből is ki tudunk lépni. Felszabadultnak érzed magad, a szertartás által le tudod zárni ezeket a kapcsolatokat, ami árt neked, vagy el tudsz távolodni bizonyos tárgyaktól, vagy egy bizonyos helyről, ami ahol te eddig nem érezted jól magadat. Amit a szertartás még jelent, vagy ez a misztikus éjszaka, hogy átlássunk bizonyos dolgokon, hogy hosszú távon tudjunk valamit tervezni, hogy legyenek jó ötletek, és abban is segít a szertartás, hogy ezeket az ötleteket megvalósítjuk.
Itt tulajdonképpen gyakran változásokról van szó. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami változik a környezetben, a kapcsolatokban. Ez lehet baráti kapcsolat, vagy lehet egy párkapcsolat is. Amit ez az energia még jelent, hogy különleges események történnek. Lesz egy meglepetés, és az is fontos, hogy nyitott legyünk ezekre a meglepetésekre. Itt kihat a levegő eleme és a könnyűség, sőt, a vízöntő jegyénél gyakran humorról, nevetésről is szó van. Ami az egészségügyi dolgokat illeti, hiszen itt van gyógyító erő is, ezek az idegrendszeri megbetegedések, vagy az erekkel kapcsolatos megbetegedések. Ehhez a témához kiválasztottam ezt a jóslást. Miből kellene felszabadulni, vagy kitől kellene felszabadulni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, mitől vagy kitől kellene megszabadulnom. A díjam az 4000 forint, ha asztrológiával kéred, ahol megnézem a horoszkópodat, hogy hol milyen változások lesznek, akkor a díjam az 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. Visszatérve erre a misztikus éjszakára, december 26-ára, itt kívánhatsz valamit, hogy mitől vagy kitől szeretnél megszabadulni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A te jelenlegi helyzeted itt van, középen. Mindkét kártyánál a kelyhekről van szó. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Itt az álmok vannak. Ha hiszel ezekben az álmokban, akkor ez az álom megvalósul, és itt látható, hogy valaki átnyújtja számodra ezeket a lehetőségeket. Észre kell ezt venni. Viszont, ha nincs meg a hited, és úgy gondolod, ebből úgysem lesz semmi, én nem álmodozom, akkor ez csalódásokhoz vezethet. És most a felszabadulásnál, akkor ez azt jelenti, hogy szabadulj fel ezektől a negatív gondolatoktól. Megnézzük, hogy itt mit mutatnak a kártyák. Ez a kard segít neked, hiszen ezzel a karddal el tudod vágni azt, amit nem szeretnél. Egy rossz munkahelyet, rossz kapcsolatokat, vagy a félelmeket, vagy negatív gondolatokat, vágd ezt el. Ez segít ebben a felszabadulásban. Itt ez a király uralkodik az érmék felett. Ez jelentheti az anyagiakat, vagy a munkahelyedet. Lehet, hogy itt szeretnél változásokat, és lesznek munkahelyi változások. De ez a kép utal arra is, hogyha valaki értékel téged, megbecsül téged, őrizd meg ezeket a kapcsolatokat. Viszont vannak más emberek is a környezetedben, ahol ezt a megbecsülést nem kapod meg, akkor vágd el ezzel a karddal szimbolikusan ezt a kapcsolatod. Ha mindez megtörtént, akkor felszabadultnak érzed magad, megvan a kisugárzásod, megvannak a sikerek, és itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben.
Megnézzük itt is, hogy mit mutatnak a kártyák. Te irányítod ezt a lovas hintót. Két irány van. Az egyik irány jelenti a bizalmat, a hitet. A másik ló az utal egy más irányra, amikor te nem hiszel ebben. És pontosan ez fékezi az eseményeket. Itt újra megjelennek az érmék, ahol az anyagiakról van szó, ahol a munkahelyről van szó, vagy azokról a személyekről, akik értékelnek téged, ez lenne az egyik irány, ezeket a kapcsolatokat megőrizni, de bizonyára vannak olyan személyek körülötted, akik nem értékelnek téged, vagy nem mondják ezt ki, akkor elbúcsúzni, eltávolodni ezektől a kapcsolatoktól. Ez szerencsét hoz neked, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Meg lesz a belső nyugalmad, a harmónia. Ez a kép utalhat egy spirituális területre is. Ami a párkapcsolatot illeti, szerencsét hoz, ez lehet egy kármikus kapcsolat, hiszen minden úgy lesz, ahogy itt a csillagokban meg van írva. Ami elérhető, ha felszabadulsz negatív gondolatoktól, negatív érzelmektől, rossz kapcsolatoktól, vagy egy bizonyos helyzetből, akkor itt vagy te a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. Ez jelenti a belső forrást, az intuíciót, egy spirituális területet, vagy mindazt, amit szeretsz, amit kedvelsz. Persze kihat a párkapcsolatra is. A férfiak most akkor gondoljanak itt egy királyra, és akkor őket is érinti ez a téma. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!